azért mentem az intermédiára, mert volt egy barátunk, vagy van egy barátunk, akit sokat jártunk együtt Red Bullikba, meg mindenféle ilyen közegekbe, ahol együtt pörögtünk, és ő mesélt nekem először erről az egészről. Kisképzőbe is járt, ott is verkedtünk meg, azt hiszem először, ott találkoztam be. És akkor ő, mikor felvételizett, akkor mesélt arra, hogy hogy épül fel az egész tanszék, hogy nem csak egy dologgal foglalkozik, nem csak festészettel, szobrászattal, grafikával, hanem így mindennel együtt. És hogy így baromi érdekelt, mi tökéletem így vidékiként, ez ilyen tök megdöbbentő volt. Mi az, hogy nem csak egy dologgal foglalkozik egy szak. És akkor így elkezdtenek utána olvasni, meg utána nézni. És akkor már közben én már jártam ilyen rajzsulikban, ami szerintem tök fasza volt, meg így tök érdekes. A Kis Zoltánnak volt egy rajziskolája, a Sóskarcsival jártam együtt, meg a Zsilivel, Gazsival, és akkor egy kicsit ilyen más jellegű rajz tanítás volt, kicsit ilyen szabad rajz volt az egész. És így az durva, hogy pont most találkoztam a Karcsival nemrég is, erre felvetettük ezt az egészet, hogy milyen volt. Ott már voltak ilyen rajzkönyvek, amiken így pörögtünk, meg akkor már a Karcsinak a Manóit láttam, ő volt a legbetegebb csáv, hogy nem is hittem, hogy van ilyen ember. Tényleg, akkor még nagyon ilyen megzuhant, ilyen rasta, hogy gördeszkás, görkoris csáv volt, így pitába ette a Párizsit, meg szóval ilyen hihetetlen sztori. És akkor így megfogott az egész dolog, és akkor a tanárom is úgy mondta, hogy hát fiam, te sose fogsz megtanulni rajzolni, kb. 7 év kell, hogy felvegyek az egyetemre. 3 évet jártam hozzá, leérettségiztem, és utána 1 évet kisképzőre jártam 5 évre. Ami nekem ilyen hatalmas ilyen flash volt, mert előtte így jártam rajztanárokhoz, ehhez a Kis Zolihoz, meg még bejártam a kisképzőbe is. És akkor már végig tudtam azt, hogy én olyan jellegű dolgot akarok csinálni, nem az, hogy ülök és az aktot így festegetem, hanem olyan totál mást. És akkor bejártam festőszakra, egy évet lehúztam, de mégis nem végeztem, mert kirúgtak, mert az a nonsense, hogy azért rúgtak ki, mert hogy túl sok helyet veszek el a többiektől, és hogy nem hagyok a többieknek teret. Mert az volt, hogy a többiek már így tökre beleuntak az egészbe. Már 5 éve ott festenek, meg csinálják minden, meg oda kerültem, anyád, szabadság van, azt csinálok, amit akarok, és nekem nem kell bejárni elméleti órákra, csak gyakorlatira. Na, és akkor így előtte felvételiztem, amikor leérettségiztem, akkor így kb. 0. fordulóba kiestem, így semmi, tök nem olyan mappát adtam, és akkor egy év alatt úgy összeraktam egy olyan mappát, amivel úgymond felvettek. Így jött az, hogy az intermédiára menjek. Szóval én baromi régóta, egy ilyen 3-4 évet minimum készültem arra, hogy tudtam, hogy én csak ide akarom beadni. És miben volt más az elvárásaiddal ellentétben, vagy miben volt ugyanolyan, mit kaptál? Fú, nekem az egész intermédia igazából az első hónap volt egy nagyon megrázó élmény. Ugyanis előtte bejártam, hogy az egyetemre így nézelődtem kiállításmegnyitókra, meg így valamilyen szinten így a Huszár Katalinnak is egy-két projektjében részt vettem. Így volt fogalmam az egészre. Amikor oda kerültem az első órán, sugár órán az volt, hogy az Ádor Tamás ült egy sarokban, kibaszott mérgesen, így forrott, izzott a levegő, de tényleg szó szerint. És az óra végén a csávónak a kezébe végig egy tojás volt, azt így nem vettem észre, és az óra végén odabaszta a falhoz itt tiszta izomból, és azt mondta, hogy ez a véleményem a tanszékről. A tavalyi év ennyit ért, egy rohadt tojást, amit a falhoz kell vágni, és tudod így, mi a fasz, úristen, hova kerültem, milyen emberek vannak itt, meg így nem tudom. Meg így igazából így tökre nem voltak szimpatikus az emberek se, mindenki baromi nagy művész volt, hogy így tudod így tök más közeg, mint amiben előtte voltam. Ilyen ijesztő volt. Aztán az első hónapban így mondogattam otthon, mert akkor még vidékről jártam föl, hogy anyu, hát ezt egy kicsit lehet benéztem. Aztán én nem tudom, hogy elkezdett tetszeni, meg így rápörögtem az egészre. Meg az volt, hogy volt egy közeg, ami így az intermédián kívül volt, mégis képzések voltak, és akkor azért kialakult egy ilyen közösség, és akkor az baromira bejött, és akkor utána így szépen lassan indultak a dolgok. És nekem vagy nem tudom, ilyen, utána rájöttem, hogy ilyen iszonyat jó évfolyam alul felül, egy jó közeg jött létre, akik így tökre összetartottak. Hogy például ez tök emblematikus sztori az életemben, hogy amikor felvettek, első nap, tudod, bemész, izény minden, és akkor nem is tudom már ki volt. Kb. Nem tudom,
valamelyik ötödévestől körbevezetett a suliba, hogy na, itt ezek a termek, stb. Mert akkor mentett az intermédia a bölcsödébe. És akkor így mondták, hogy lehet-e föltenni kérdéseket. És az első kérdés van az volt, hogy jó, és figyeljetek már, önálló műtermet honnan lehet bérelni? Csáói rám néz, hát figyelj haver, nem tudom, még jó pár évnek el kell telni. Ja, jó, mert figyelj, már lassan kéne műterem. Szóval így tök más, hogy álltam hozzá dolgokhoz, és így szép lassan így belerázottam ebbe az egészbe. Meg hát ez nem mindenkinek így van, hogy oda kerül egy közegbe, tökre van egy elképzelés, egy olyan, mintha így a... Hogyha most elmenné New Yorkba, és azt hiszem, hogy az a New Yorkban minden ott van, amiket kell. Kb. Ugyanez volt nekem így az intermédiával is. Mert szerintem az fontos, hogy én tök fiatalon vettek föl, vagy nem tudom, meg az egész, hogy itt tud erre válsz, nem tudom, 4-5 évig, és akkor odakülsz, és akkor eljöjjön a katarzis élményt, hogy fölvettek, és akkor ott van, hogy most mi a faszt fogsz csinálni? Mi lesz ott 5 évig? Mi lesz a produktom? Hogy kell? És mit csináltál? Hogy indult be az egész? Milyen volt az 5 éve? Hát nem tudom, nekem hogy az első 2 év az ilyen szenzációs élmény volt, szóval így azt így... Nem tudom, az volt, hogy így mindenki rápörgött valamire, mindenki tök más dologból jött, más korosztályok, ilyen 10-15 éves elcsúszások, ide-oda. És akkor így elindult ilyen egyetemi évek szintű dolgok. Persze kocsmázások, ideológia szakkör, mindenkivel olyan dolgokat tanultunk, amiket így életemben nem hallottam róla, nem olvastam, nem láttam. De nem is ez volt az egészben a faszaság. Hanem az volt, hogy a Szaúder Dávidék csináltak akkor egy ilyen partisodat a műcsarnokban, és akkor egyszer így mondták, hogy figyelj Tomi, hozzá le képeket, kirakunk egy párat, tök faszra lesz, csinálunk egy estés kiállítást. És akkor mondtam, hogy fú, hát ez kurva jó, meg fasza. És akkor elindult egy ilyen folyamat a műcsarnok pincébe, ami ilyen, nekünk az ilyen nagyon katartikus élmény volt, mert a Tatlinék DJ-ztek, Andék vetítettek, csináltunk kiállításokat, és akkor ebből az önálló kiállításból lett egy úgymond egy ilyen parti sorozat, ami 2003-2004-ben volt. Így azt nem joggal mondhatom azt, hogy akkor indult el Budapesten ez a dolog, hogy parti és kiállítás. Szóval az volt egy ilyen induló pontja ennek az egésznek, akkor még nem volt ilyen lerágott csont. És akkor próbáltunk egy olyan dolgot csinálni, hogy ilyen intermédiások, képzősök egy ilyen krút alkossanak, ilyen nagy bandázásos szobrászok, intermédiások, festők, minden, és akkor bevontuk az iparosokat is. És akkor aztán ebből 4 ilyen nagyobb kiállítást csináltunk. Mondjuk az első az önálló volt, utána volt egy intermédiás kiállítás, és utána volt ez a 2 street art kiállítás, az a public street taktikán, az első, és a második pedig a utolsó réteg. Vagy második réteg. És az ilyen iszonyat durva flash volt az egész, hogy így kijártunk magunknak egy utat, egy csomó emberrel megismerkedtünk. Ez a Cipó Galéria, ami most a mélypontnak, vagy a mélycsarnoknak a továbbvitele, az igazából a műcsarnok bisztrónak egy raktára volt. És akkor kijártuk azt, hogy azt még szabadítsátok fel Willit, hogy ez a hely is kurvára kéne nekünk, és csináljunk belőle valamit. És aztán... Ez mondjuk lement az első 2 év? Hát az első 2 év lement, és akkor utána hát az volt, hogy ugye ez a street art témakört, azt ugye az egyetemen így pofánkba kaptuk konkrétan, szóval nagyon nem kellett ragozni, mivel foglalkozunk, meg egy tök olyan közeg gyűlt össze, hogy ott volt a Batka, akit szintén az elején kb. Kiröhögtem, hogy mi az haver, éjszaka jártok matricázni, ne szopas, mi van. Aztán utána így kb. Összeköltöztem velük fél év után, egy évet együtt is laktunk. És akkor így hát így agyalgattunk egy csomó mindenen, így kitaláltunk dolgokat, megtanultunk programokat. Én mikor fölköltöttem az egyetemre, nem tudtam bekapcsolni a számítógépet konkrétan. Annyi volt, hogy így volt valami ilyesmi. Analóg géppel fotóztam mindent, akkor megvettem digitális fényképezőgép, ráfreshettem a laptop, akkor jött be az, hogy már tök olcsón tudtam venni gépet, és akkor programokat. És akkor elindult egy ilyen grafikai rész, akkor tervezünk, stb. És akkor így a művészet is így. Akkor első 2 évben rengeteget festettem, de akkor ilyen stenciles képeket, akkor utána jött saját logó, akkor brand, akkor elkezdtem szitázni, szóval elvittem, volt egy ilyen rész, amikor már majd nem ilyen iparművészeti dologba csúszott át az egész, meg ilyen dizájn. Aztán így... hát a suli nem tudom, hogy mit adott, hát így az ember meg a közegek, az szenzációs volt, szóval
mindig ilyen tök nagy ilyen frissülés volt, meg mindig vártuk, hogy jönnek az elsők, akkor megint milyen arcok lesznek, hány firkász van benne, meg nem tudom, hát ilyen flash. Aztán harmadik után jött egy nagy szabadság. Mind nem kell jól bejárni. És akkor egy galerista csávával összeálltunk, és akkor nyomattuk ezt a galéria témát, és akkor ott baromi sokat festettünk, saját műterem, itt-ottam volt külföldi kiállítások. És végig ezt a graffiti street art projekteket csináltuk, és akkor ebből alakult ki azt, amit mára csinálok. Szóval ez egy iszonyat nagy tanulópénz volt. Ami legelőször elhangzik az interneten, amikor belépsz, hogy haver, ez 5 év, ez ajándékév. Amikor bármit csinálhatsz, kötelezettség nélkül, elbaszhatod, újrakezdheted, folytatod, 5 év lehet olyan az életedben, hogy ezt az 5 évet, ha kiveszik, akkor semmi nem történt volna, vagy ez 5 év változtatja meg az életedet. Általában ez a két verzió van. Neked az erre a második volt? Hát igen, szerintem az volt, hogy amúgy nem is tudom, nem is fogalmam nem lenne, hogy mit csinálnék amúgy. Szóval lehet, hogy Coca-Cola-nak lennék valamilyen értékesítője, vagy nem tudom, egy kocsiba rohadnék, és fuvarozgatnék, hogyha nem ezt csináltam volna, vagy fogalmam, nem tudom. De ezen igazából nem is szoktam agyalni, hanem azt, hogy így nagyon sok élményért. Szóval az, hogy mondjuk 5 év alatt végeztem az 5 évet, ami időnkben az ilyen tök izé volt, ilyen szóval tök kevesen mentek el, az musszal nem nagyon halasztottunk, hanem mindenki úgy volt, hogy jó, ide jársz, csináld végig, legyen vége. Mert azért benne van az, hogy mikor oda jársz 3 évig, azért rengeteg parti, nálunk még az volt, hogy volt éjjel-nappali intermédia. Ez volt a legfaszább, érted olyanok, hogy elmentünk partizni, reggel 8 vagy 9-kor galántai, vagy zalka, vagy nem tudom mi, bementünk számítógépes terembe, klaviatúrán alvás, meg szóval ilyen, meg a Mécs akkor benn lakott még, mentek ilyen éjszakai vászonfeszítések, meg a nem tudom, Mécs sem mentek a hülyeskedések, kis videók, meg rajzolgatás, meg baromkodás, meg beszélgetés. Szóval ilyen nagyon jó közeg volt, akkor rengeteg szer volt, hogy bennmaradtunk sokáig, és akkor sokan benn voltunk, és akkor egész est is ilyen brainstormingok, meg agyalások. Ja, szóval egy ilyen pesgett a levegő. Volt-e mélypontja ennek az 5 évnek, vagy? Hát, szerintem voltak mélypontok, ez nincs olyan, hogy nincs. Mondom, harmadik után, mikor már nincs annyi közös órátok, vagy óránk, akkor úgy volt egy ilyen, az emberek recsegnek a pénzen. Én azt, ú, baszki, most figyelj, tök jó, hogy ide járok, de valamiből meg kéne élni, meg hogy lesz tovább, meg miből fog megélni, meg mi lesz az egész, meg hogy lehetne ebből valamit csinálni. És akkor volt egy ilyen mélypont, de valahogy akkor így a Tatlinékkal kitaláltunk mindenféle ilyen bizniszt, hogy a, nem tudom, reklámmarketingeket csináltunk, meg flyereket terveztünk, meg mindig így voltak ilyen olyan dolgok, amik így igazából nem okoztak nekünk problémát. Partikat szerveztünk, átvettük a képzőnek, elkezdtük csinálni ezeket ilyen gólyabálakat, szóval átmentünk egy ilyenbe is, ami nem feltétlenül a pénzről szólt, hanem arról szólt, hogy csináljunk valamit. És mindig igazából diákhitelből éltünk, amit már most erről tök szívesen beszélek, mert az meg így nagyon durva az egész. Az már így a jövő, hogy most így a diákhitel, meg az egész, az hogy alakult, hogy alakított az életünket, meg most mi van ezzel az egésszel, ami nagyon durva. Szóval így mindig volt egy ilyen hatalmas pörgés. Volt, amikor más dolgokba pörögtünk bele, de mindig voltak ilyen időszakos projektek, amik így felpestették az egészen. Mindig kitaláltam magunknak valami célt, amit el kell érni. Kikkel mozott el, vagy kik voltak, akik így inspiráltak, akik szűk körületet alkották? Hát, nem tudom. Hát az elején úgy volt, hogy amikor felvették, akkor Sauder Dávid, Stojanovics Andi, akkor Pintér Gáborral, meg a Batkával laktunk együtt, akkor az egy ilyen nagy grupp volt. Akkor utána a Rohászki Bence, a Tábori Andris, a Tatlin az ilyen alap volt lételem a rendszerbe, akkor a Szigeti Gábor, Csongor, Kis Ricsi, nagyjából ezek az emberek is. Szóval azóta a Batkán kívül mindenki a napi kontaktba állok. Szóval tényleg így a Bencével újságot csinálok, Andrissal, úgymond művészpárost alkotunk, együtt dolgozunk mindenben. Tatlinnal majd, hogy a napi kontaktban vagyok, Csongorral is.
Szóval ez megvan. Tehát az volt, hogy mindig például csongorékkal, csongortól tök sokat tanultam ilyen technikai dolgokat, a tatlintól számítógépes dolgokat. Akkor, hát nem tudom, mindenkitől tanultunk valamit, egymásnak így átadtunk egy csomó tudást. Meg hát arról szólt, hogy persze jó hangzik a tudást, arról szólt, hogy éjszakákban át beszélgettünk valami kocsmába, mentünk A-ból B-be, part ide, izé, csináljunk valami melót, akkor keresünk valami pénzt, meg beletartjuk magunkat, de már utána elutazunk abból valahova, és akkor így pörgött a rendszer. A Batka az totál kiszakadta ebből az egész. Ő csalódott a művészetbe, végig az volt a legszebb, amikor együtt laktunk. Mindig azt mondta, hogy ő igazából dolgozott előtte dekoratőrként, és ő mindig azt mondta, hogy ő igazából dolgozni akar. Ő szívesen azt csinálná, hogy parkettázna valahol napi 8 órába, utána leül a kocsmába, megiszik egy sört, hazamegy, alszik. Szóval ebben nem volt egy ilyen késztetés ebben az egészben. Ő belement ebbe az egész suliba, de utána nem tudta már, hogy miért. Szóval így belefásult. De nem tudom, ez egy ilyen visszamenő gondolkodás, meg azt hiszem, nem járunk olyan helyekre, nem pörök kiállításokon, nem jár azokra a szórakozó helyekre, mi. Tök más, meg ő tényleg csak azon van, hogy dolgozni, pénzt keresni, és akkor ennyi. És hogy alakult a diplomázásod? Hogy lett vége ennek a... Az öt évnek. Hát meséltem ezt a galériás rendszert, ami azt tudom mondani, hogy baromi jól jártam, hogy itt tök fontos az Andrással, a Gáborral, meg én, ugye a Stereo galériánál voltunk, és ez igazából nagyon frankó volt az egész, mert a galerista tök jó menedzselt az egész rendszer, tök jó eladásokat produkált, tök jó vásárokra jutottunk ki, tök sok emberrel ismerkedtünk meg. Kaptunk egy műterem lakást a Vörösmarty utcában. Azt hiszem egy évig volt, de ez az ilyen fantasztikus érzés volt. Mindenkinek volt külön szobája, hatalmas konyha, és tényleg egy ilyen hatalmas élet volt. Tatlin ott lakott egy évig, szóval ilyen oszkó volt a vaterás köre, meg szóval ilyen hatalmas pörgettyű volt. És ott volt egy ilyen, hogy jöttek a gyűjtők, mászkálgattak, így tök más gondolkodásba csöppentünk. És akkor így a diploma kapcsán felültünk, mit kéne csinálni, izé. És akkor mindig van az, hogy diploma, úristen, hát valami kurva nagy melót kell. Vagy ott csúcsosodik ki az öt éved, az, ami reprezentálja az egész munkásságodat. Ami szerintem amúgy utólag azt mondom, hogy hülyeség. Mert így külföldi kiállításokon elmen megnézve, szarba sem van véve ez az egész dolog. Mert nem arról szól, hanem öt évig kell alkotni, öt évig kell valamit csinálni, nem az a főmű. És akkor az volt, hogy én, hogy mondjam, az intermédiát végfestettem. Ami kicsit furcsa volt, mert hogy ez nem arról szólt ez a szak. De megtaláltam azokat a konzulenseket, akikkel itt tudtam, a Bakos Gábor, a Sugár, meg a Szegedi Masszák. Tudtam velük erről így érdembe beszélni, meg beszélgetni, és sőt, sokkal jobb, mint a festőre jártam volna. És akkor volt egy kicsit recs ezen az egész ilyen galerista dolgon, mert hogy... nem tudom, hogy rájöttem egy csomó mindenre. És akkor a diplomamunkám az igazából egy 5 méter x 7 méteres 22 képből álló sorozat volt, ami egy ilyen murálfa alkotott. És az volt a címe, hogy Út az Édenbe, aminek a tematikája abból épült fel, hogy a művészek azok ilyen ösztönlények, állatok, a gyűjtők, a vadászok, akik vadásszák a művészeket, és az egésznek erre a struktúrára épült fel. Mindennek ki volt találva a rendszere. A Szent Jobbinak volt egy ilyen projektje, hogy ápoló ruhába öltöztette föl a kurátorokat. És ez volt egy alapfelállása az ötletnek, amiből elindult, vagy egy B szála. A C szála az volt, hogy egy ismerősen mesélt egy olyan gyűjtőről, akinek Pécsen egy hentes boltja van, és a hentes boltban vannak kirakva a műalkotások. És akkor a hentesnél ugye fehér köpeny van, a kurátorra szintén fehér köpenyet ráadva, és akkor tökre összeállt az egész, hogy földarabolják a műalkotásokat, az egy galéria, akkor a vadásznak otthon a kis lakásában a trófeák vannak kirakva a meghalt művészekkel, a szentinelek, megfigyelők, azok a erdőbe figyelik a művészeket, akik a művészettörténészek, az egész föl lett építve. És ez volt igazán egy ilyen kritikai munka volt, ami csak a
Csak hogyha lefoltom, akkor egy kritikai hatás. Amúgy egy dekoratív, nagyméretű murál képnek tekinthető, mivel a falra szorosan raktam föl, hogy egy ilyen, tényleg egy murálfal hatást képezzen, de amúgy ezek ilyen táblaképek sorozat. Mi volt ez a recs a galériásra, vagy ez? Hát ez egy olyan recs volt, ami önmagamba gondolkodhatott el, hogy ez a festészet dolog, ez mennyire gyártásról szól, mennyire arról szól, hogy te így ezt csinálod. És nekem nem, ezt tudom, hogy egy saját hibám, hogy így valamire ráállok, akkor így ilyen autista módjára így csinálom, mint a barom. Szóval, hogy így darálom. És akkor amikor egyszer így volt egy gyűjtő Amerikából, megvett több képet, és akkor a galérista mondta nekem, hogy figyelj, most már csinálni kéne új képeket, mert elvitték az összeset, vagy nem tudom, kb. Ilyen. És akkor elgondolkoztam, hogy basztus, nem, hogy már most tényleg azt mondja nekem, hogy én csinálja a képeket, és akkor így ugyanabban a sztájban katonatiszt módjára csináljam. És azt én életem végig ezt akarom majd hallgatni, hogy nekem majd azt fogja mondani, ez meg az, meg amaz. Jó, ez is egy megint egy, akkor így gondoltam, most megint máshogy gondolom, mert egy galérista nem fogja azt mondani, hogy ugyanabban a sztájban, haver, ugyanígy csináld a képeket. Meg már azóta is változott a gondolkodás. És akkor az kicsit ilyen recs volt, meg az, hogy megszűnt a galéria, gazdasági válság, stb. Roló lehúz. Ott van 100 millió kép, költözel vele valahova, keres műtermet, raktároz, tárold, nem jön a gyűjtő, nem fog vásárolni. Szóval ott azért, de ez már diploma után, azért recs. Szóval az recs volt, és akkor el kellett gondolkodni az, hogy mi van. És akkor András még akkor nem diplomázott le, és akkor sokat dumáltunk, hogy ő is hogy egy műterem, Gabi átkerült a Deák Erikához, és akkor én is elgondolkodtam azon, hogy csinálok millió dolgot, itt a Robopim, Dantán, újságok, stb. Gyűjtések, minden, és akkor így csináljunk ebből valamit közösen. Szóval a recs azt nem tartott sokáig, az egy-két hónap, csak mindig próbáltam ilyen, szóval így, hogyha nem találtam valami fogózkodót, akkor mindig kicsit ilyen pánik hatása volt az egésznek. És akkor hogy álltál ebből fel, vagy így mi lett? Hát így, hogy kiléptem ebből a... Mert azért abban az időben véget ért az iskola is. Véget ért az iskola, és amikor véget ért a suli, akkor még egy fél évet voltam itt a galéria, és utána Andrissal elkezdtünk projekteken dolgozni, és csomó projekt akkor már elindult úgy, hogy már alapszinten voltak belőle dolgok, azokat és akkor aztán akkor mentünk Brüsszelbe, szóval akkor elindult egy ilyen teljesen más válfolya az egész dolognak. Szóval, hogy így ez a recs az mondjuk ilyen egy-két hónapig tartott. De hogyan oldódott meg, vagy Hát nem találtam, szóval igazából sosem kellett kitalálnom nagy dolgokat, hanem ez így mindig sorodott adta az élet. Hogy jelentkezett valaki, hogy találkozzunk, beszéljünk, és akkor egyből, hogy van valahol valami lehetőség, pályázzunk, és akkor ki lehet menni Brüsszelbe, akkor volt a fikás kérdés, akkor Párizs, és akkor így elkezdtünk közös projekteket csinálni, hogy adta magát a lehetőség, meg az egész ilyen folyamat. És akkor jöttek az, hogy rajta voltam azon, hogy valamire hogy kiadványokat csinálni, és akkor nem volt elég, hogy Robopimp, hogy csak egy ilyen internetes dolog, hanem valami kézzelfogható dolgokat csinálni, és akkor a Dantán pörgött, akkor utána pörgött a Beton és én, és akkor utána már ilyen kisebb kiadványok, amiből most is van, és most legutóbb meg most jelent meg az Intermedia rajzkönyv, amit meg azért extra, mert hogy akkor raktuk össze, még akkor diplomáztunk, és most jelent meg diploma után 5 évvel vagy 6-tal. Ez miért van, hogy ez hogy alakult? Hát az iskola nem nyerte soha pályázati pénzt, mi meg tavaly mondtuk, hogy akkor adjuk be önállóan. És akkor megnyertük rá azt a pénzt, amiből le tudtuk gyártatni. Ez tök jó. Ennyi. És akkor hogyan alakultam, mert már mondtad már ezt, hogy az Andrissal csináltok közösen dolgokat, de hogy hogyan épül az élet az iskola után? Hát figyelj, olyan egy napom az ilyen katartikus, szóval nem is katartikus, az rossz szó, hanem hogy így hát ilyen piramis rendszer alapján működik, hogyha reggel elbaszom az időt, akkor onnantól kezdve csődte meg a rendszer, tényleg összedől a kártyavár, mert hát több dolgot kell intéznem egy nap, vannak ilyen grafikai munkáim,
amiket cégeknek csinálok, ilyen megrendelés szinten, meg szórólapokat, vagy reklámokat, vagy brainstormingokra kell menni, ötletelni reklámokhoz. Van ez a része, ami mondjuk én nem ilyen mindennapos, nem mindennapos, akkor a stúdióba be kell mennem, azzal is foglalkozok, mondjuk nem tudom, napi, heti két napot, akkor amúgy non-stop sétálok, fotózok, dokumentálok várost, mászkálok jobbra-balra, akkor ha nem sétálok, nem mászkálok, és nem valahol vagyok, akkor itthon ülök és rendezgetem a fotókat azokból a fotókból, vagy az archívumot építjük az Andrissal, vagy az, hogy az újságokat, vagy a magazinokat csináljuk. Amúgy meg napi szinten mindig vannak valami projektek, amik így ilyen ad hoc. Most például legutóbb pályázatokat írunk, NKA pályázatok, meg külföldi ösztöndíjas pályázatok, akkor rezidenci programokra pályázunk, és akkor kisanyag sikerre eljutunk. Hát én nem tudom felépíteni a rendszert, mert közben meg a barátnőm, úgyhogy a mennyasszonyom, ő pedig divattervező, de neki is több projektje van, akkor abazokba is besegítek, akkor van egy kutyánk, akkor a kutyával foglalkozok. Szóval így ilyen, nem tudnám levezetni azt, hogy hogy épül fel. Azt tudom, hogy van egy nap, ami elkezdődik reggel mondjuk 8-kor, és befejeződik olyan 11 órakor. Ez a folyamat, ez végig, mondhatom azt, hogy munkával telik, de mondhatom azt is, hogy szabadsággal telik. És pont Andris meséltem múltkor, hogy ha olvasott valami ilyet, viszont nem tök szenzációs, hogyha sok a szabadságod, akkor nagy a rizikó, ugye a megélhetési faktor, ha meg van megélhetésed, akkor nincs szabadságod. És igazából ezzel kell mindig játszani, hogy a köztes utat becélozd, hogy ne parázzál, és ne paráznák, hogy ne parázzál azon, hogy mi lesz holnap, hanem mindig fogják ki, be kell csípni olyan melókat, amit nem tudom, hogy lehet megcsípni, mert én mindig az van, hogy így becsusszam valami. És akkor így építem a rendszert, hogy valahogy mindig valami valahogy lesz. Mikortól kezdted látni, vagy úgy látod, hogy mondjuk egy fiatal kortárs képzőművésznek ez az útja, vagy ezt lehet járni, milyen alternatívákat látsz? Vagy? Hát az a helyzet, hogy nincsenek olyan alternatíváim. Hát én azt mondom, hogy mindent egy lapra tettem föl, ilyen szinten. Hát csak ezzel foglalkozok. Szóval nem mit csinálni most azt, hogy grafikázok meg egy-két ilyen dolgot. Hogyha nagyon bedől a rendszer, akkor elmegyek, hogy ügynökséghez dolgozni, de hát azt így inkább ne. Szóval az ilyen keresztrefeszítés. Orromba nyomkodom a klaviatúrát hajnali 2-kor, szóval... És mennyi időt mondjuk a saját melódot megcsinálni? Csak azzal foglalkozok. Szóval majd, hogy nem... Hát én osztam be az időmet, szóval annyi idő, amennyit akarok. Igazából az van, hogy folyamatosan ötletelünk, hogy milyen projekteket kéne csinálni, és ahogy időjárás meg idő engedi, mert persze azért vannak olyanok, hogy mondjuk egy héten, például ezen a héten is van olyan, hogy csinálnom kell egy több helyre is ilyen grafikákat, vagy tördelni kell valamit, akkor tudom, hogy van 3 nap, amikor itt tök keményen kell dolgozni, de 4 napom az tök szabad. Viszont, hogyha azt mondanám, hogy nem akarok tördelni, meg nem akarom azt megcsinálni, akkor az egész hetem szabad, és akkor meg csak azzal tudok foglalkozni. Igen, persze. De hát azért most például a legutóbb volt az a kiállításunk, ami kereskedelmi galériánál volt, ott például adtunk el. Szóval így abból is ugyanúgy folyik be valamennyi pénz. De persze csak abból nem lehet megélni. Szerinted lesz egy olyan pont, amikor mondjuk átlendül arra, hogy csak saját munkáidban meg tudsz élni Magyarországon? Négy évig ezt csináltam, majd hogy nem, hogy 3-4 évig a képekből éltünk. Ami most képekből éltünk, adtunk el olyan százalékban, ami egyetemi éveink alatt tök jó pénz volt. Szóval az első 3 évet tényleg diákhitelből toltuk le, és utána utána végig képekből. De most tényleg az van, hogy akkor volt felvásárló piac, és most sokkal jobban visszacsökkent ez az egész. Ami nekem mindig érdekes volt, mert ez a kereskedelmi kultúra, úgymond, ez egy ilyen furcsa dolog, hogy azért érdekes, mert ha valaki vásárol tőlem munkát, az nem feltétlenül azért vásárol munkát, mert mondjuk
tetszik neki ez a mű, hanem mikor egy bizonyos összeg után már befektetés. És ez a diplomán ez is engem is foglalkoztat, ez a befektetés, ugye gyűjtők, stb. De hogy bizalmat fektet beléd. És ez tök nagy erőt adott akkor is, meg most is, hogy ezek a bizalmakat megkapod, ezáltal alátámasztja azt, hogy csináld azt, amit csinálsz. És szerintem ez tök fontos. De nem csak a vétel, hanem egy beszélgetés, akár egy olyan ember, akinek mondjuk adsz a szavára. Mennyire tartod a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, a gyűjtőkkel, vagy aki Az azért érdekes, mert abban az időben nem mi tartottuk a kapcsolatot a gyűjtőkkel. És szinte minimálisan. Meg ezek rengeteg külföldi volt, görögök, franciák, amerikaiak, akik csak besételtek a galériába. Ezekkel mondjuk 5%-ával. Szóval tényleg ilyen egy-két emberrel tudott tartani a kapcsolatot. Viszont van egy-két magyar, akivel még azért tartjuk. De az is minimális. És az is érdekes, mert hogy akkor azért ilyen dekoratívabb munkákat hoztam létre, mondhatom ezt. És más emberek érdeklődtek azok a munkák iránt, mint a mostani munkák iránt. Mert most már sokkal kevesebbet festek, és sokkal inkább konceptuálisabb munkákat hozunk létre. Szóval más irányba. Szóval ez tök érdekes, hogy az Andris festőszakon intermédiás munkát csinált diplomára, én pedig intermédián festőszakos diplomát csináltam. És most viszont mind a ketten ugyanazt a szállat pörgetjük. Szóval ez egy ilyen, mind a ketten át, ez amit mondtam, hogy 5 év, ajándék év, használd, gyakorolj, bármit csinálhatsz. És igazából ennyi, hogy most egy teljesen más szál, de mégis ugyanaz. Mert akkor is a köztéri művészet inspirált dolgok hatottak a munkáimra, most meg a köztéri művészettel foglalkozok csak. És hogyan... hogy szerinted a mostani világ, hogy megváltozott, meg hogy változik, hogy lesz-e még olyan, meg egyáltalán, hogy szerinted vissza jönnek azok az idők, amikor simán meg tudsz élni belőle? Hát máshogy kell építeni a rendszert. Sokkal többet kell pályázni. Mondjuk legutóbb tavaly évben az NK-nál viszonylag sok pályázaton nyertünk, ami létre tudta azt hozni, hogy a munkáinkat meg tudtuk csinálni. Szóval azt hiszem 3 vagy 4 projekt pályáztunk, és minden 3 és 4 projektet megkaptunk, ami nem azt jelenti, hogy több 100 000 forintokat, hanem pont annyi összegeket, hogy meg létre tudjuk hozni a munkákat. És amúgy szerintem már ez csodálatos, hogy nem kell arra költened a produktum előállításra, ami amúgy tényleg a megélhetésedből vennéd el, hanem önmagától létre tud jönni. És akkor ehhez már te ösztöndíjakkal, meg minden más mellékes dolgokkal pont annyi pénzt keresel, hogy eladnád a munkáidat. Szóval, hát lehet ezt használni kell az adott lehetőségeket, szerintem ennyi a titka az egésznek. De mondom, én nem is vágyok már erre a kereskedelmi galériás rendszerre, mert valahogy kicsit azért ilyen olyan, mint mikor folytogató, egy ilyen vizesbőlt ráraknak a nyakadra, és akkor kihagynak a sivatag közepén. Mert jól néz ki az elején, mert bőr, de utána rájössz, hogy baszka meg, de hát ez most elkezd húzódni. És akkor egyszer csak jön. És akkor azt mondod, hogy igazából az mondjuk az ideje lejárt, és akkor egy új szisztémát kell érteni. De ez azért, mert bennem járt le. Szóval ez kell azt hozzá, én másképp látom a dolgokat. Mert mondom, az 5 év alatt más... hogy így szépen lassan így megvilágosult a rendszer, hogy így mit akarok én csinálni igazából. Vagy hogy akarom én csinálni. És igazából ennyi. Mert hogyha abban az időben, amikor ez véget ért, és én elkezdtem volna keresni valami galériát, és így házalni, akkor persze simán, hogy ez nagy szavak, de szerintem találtam volna galériát, ahol el tudtam volna menni. Ugyanúgy, mint a Gabi is. Szóval meg lehetett volna ezt oldani, csak nem éreztem szükségét annak. Vagy hogy valami váltani akartam. Ez olyan, amikor nem tudom, valaki 30 évig grafikusként dolgozik, aztán csinálja asztalos céget. Szóval, hogy így belefáradsz, és én meg pont azt akartam, hogy ne fáradjak ebbe bele, hanem pont mikor projektművészetet csinál az ember, akkor minden érdekli, és mindennel foglalkozhat. Nincs egy megkötött dolga, mint például nálam, ez tök azért is nyomott el, hogy ez az a srác, aki 3 szemű figurákat fest. És akkor ez kurva szar, mikor így valahol jó, mert tudja, hogy mit csinálok. Tud valamit valamihez kötni, de
de nem akartam, hogy ennyire hamar így el legyek könyvelve. És így ez is, meg nem mondom, nem akartam beleunni. Nem jó. Szerintem meg vagy. Pipa? Hát így nem tudom igazából, még gondoltam Gurára, de úgy szerintem így elég szépen így körbeért a szál. Hát erről szólt a suli. Az érdekes szerintem amúgy, hogy abból a brigádból, ez a csongoros, hogy nekem az extra, hogy ebből a nem tudom, az öt emberből, aki tényleg ilyen szoros baráti viszonyban vagyok mai napig, majdnem mindenki ugyanúgy művészet közeli állapotban maradt. És szerintem ez is tök fontos volt, hogy úgymond rátaláltunk, mert egy csomó ember, akik így a évfolyam társaink, barátaink, stb., de nem volt egy ilyen szoros szál, azok így visszamentek dolgozni, más dolg, jó, csongorik is dolgoznak, meg ő tanít például, de hogy de mégsem szakadtak ki ebből az egészből. Ugyanazokon a helyeken találkozunk, ugyanazok a témákat tudjuk pörgetni. Mind a mellett vannak olyan emberek, akikkel meg jó baráti viszonyban voltam, de elvágták a rendszert, mert tök más dolgok pörgetik, és nem művészeti szinten, hanem tényleg ilyen. De akkor az is segít, hogy a barátaid is ugyanezt csinálják. Igen, ez tök fontos, hogy mondjuk ők közgazdászok lennének, most így egyetem után közgazdászok, és pénzügyi iparban dolgoznak, akkor lehet, hogy így nem tudom, egy kicsit recsebb lennék, hogy így nincs körülöttem senki, csak így magamnak mondom azt, hogy figyelj már, most ezt csináltam, adjál már hülyeségekkel, tényleg, és ebből hogy fogsz megélni, meg ebből így hogy lesz pénzed, meg na, ezek a kérdések ne hangozzanak már el, mert magamra sem tudok rá választani, de hogy még ezt valaki fel is teszi, arra mit mondjak. És de mondjuk ez a félelem az mennyire játszik neked, vagy így nem annyira... Az egy ilyen színuszgörbe, mert az olyan, hogy néha, hogy ha hát volt olyan 2010 januárjában, amikor 17 forintom volt. Konkrétan. És akkor, hát akkor ilyenek H&M-ben néztem eladói állást meg. Szóval így elgondolkodtam ilyeneken. És akkor így, nem tudom, így a pofán vágtak kb. Valami munkával, és akkor így kihúztam. Szóval a színuszgörbe azért így pörög meg, szóval így nincs létbiztonság, meg ilyenek. Szóval, ha mondjuk most lenne egy gyerekem, akkor így nem tudom mi a fasz. Szóval akkor így nem... nagyobb lakásba kéne költözni, nem tudom, szóval az azért egy kicsit így nehézséget adna, de biztos ki tudnék arra is valami megoldást találni. Mikor lesz gyereked? 5 éves tervben benne van. Ja. 5 év múlva 32 éves leszek, 33, addig szerintem szeretnék egy gyereket. De hát ez nem csak rajtam múlik. Kutyánk már van, majdnem egy gyerek,